kezdett jó szurkolást, a Huey fegyvereit nézzük át. Ehhez van egy nagyon szép kis küldetés, Target Practice a neve, Instant Actionként lehet létrehozni. Fontos dolog, rájöttem, hogy mitől üljült meg a nézet a kópilótánál, most már jó. Most a kópilótában ülök, a helyén. A Gunner, ez is jó. És a másik is jó. Az volt a baj, hogy a C könyvtáramban, a Users alatt Save Games DCS Worldben volt, már ugye nem ott tartja, régen ott tartotta a Views Lua-t és a Server Lua-t. És az összes ilyen Views meg Server Lua-t minden fenét kitakarítottam, letöröltem az összeset, és innentől kezdve működik. No. De. Menjünk először is végig azon, hogy mi az a sok izé, ami van az arcomban. Bal felső sarok, ugye ez a Cyclic és a Rudder meg a Throttle-nak a cuccai. Ez mutatja, hogy mi hol áll éppen, illetve mi itt hova tudunk. Itt lehet egyébként trimmelni. Itt lehet jól megnézni, hogy hova trimmelünk. Majd resetelni. Érdemes a trimmer resetet is bebindelni, ugyanis ha nem lehet, nem az van, hogy egyszer bekapcsolom, egyszer kikapcsolom, hanem az van a trimmel, hogy bekapcsolom és ott marad. Jó, menjünk végig. Ez a cheat része a dolognak. A bal control és bal shift H-val lehet előhozni ezt a weapon status kijelzőt. Ez megmutatja nekünk, hogy most éppen nincs bekapcsolva a fegyverrendszerünk, az off, jobb shift és az ő és U nálunk. A 762-es van kiválasztva, ami a két minigun a két oldalán a helikopternek. Ők. Két kicsi minigun, ami nem az oldalsó gunneré. Ezt lehet váltani természetesen a 275-ös rakétákra is. És ezt a jobb alt és szintén hosszú gombokkal lehet. Illetve itt most ki lehet választani nekünk, hogy a jobb vagy a bal oldali minigent használja csak. Ki lehet választani, hogy jobb oldal, mind a kettő, vagy bal oldal. Ezt a jobb alt, jobb kontroll és ő gombokkal lehet. De ha eltüntetjük innen a pilótám testét, aki engem nagyon zavar, meg a másodpilótáját is, akkor ez az a panel, ahol ők láthatóak. Na. Úgy, picit állj meg. Jó, ez a fegyverváltó, tehát a 762-es és a 275-ös, tehát a minigun és a rakéták között vált. Ez választja ki, hogy hány pár rakétát lőjön ki egyszerre. Ez mindig párban értendő, tehát egy pár, az kettő darab rakéta, és itt tovább. Ha újra töltjük, akkor azt hiszem, hogy itt ezzel a resettel lehet resetelni. Ez volt az, amit mondtam, hogy a jobb oldali fegyverből lőjön csak, a bal oldali fegyverből lőjön, vagy mind a kettőből. Ez pedig maga az, hogy safe, tehát be van kapcsolva, de biztos, be van biztosítva, illetve armed, hogyha be van kapcsolva, és lehet lőni is vele. Ezt ugye én most megnyomtam, tehát ő átállította. Egy párra átállítottam, bekapcsoltam mind a két fegyverre. Jó. Na. Tovább menve, autó, ugye Pilot Sight Elevation, erről mindjárt beszélünk a másodpilótánál. Autopilot mód, ez ugye az autopilótának a módja, most éppen az egyenes, tehát a szintben tartós van kiválasztva. Itt lehet kiválasztani, hogy az attitude, tehát az irány tartsa, egyenesen repüljön, vagy körkörösen egy bizonyos pont fölött, amit ugye attól függően, hogy milyen magasan vagyunk, attól függően tartja. És ugye a jobb Windows és A billentyűvel lehet bekapcsolni az autópilótát, hogyha a menüben kint bekapcsoltuk, hogy lehessen autópilótát használni, illetve ugye, hogy a TrackIR Aiming, az szintén be legyen kapcsolva, azt is ugyanott kell, majd megmutatom. Attitude Hold jobb, tehát ugye az, hogy az irányt tartsa, a jobb shift jobb alt A, vagy bal shift bal alt A, bocsánat, egyenesen repülés az bal kontroll A, és körkörösen az a bal alt és A. Jó.
erről más igazából nem kell tudni, erről a kis részről, a Pilot Satellite Elevationről mindjárt beszélünk. És akkor itt van alul ez, amit a bal Windows és H billentyűvel, tehát az előzőt a jobb bal Control, bal Shift H-val lehet előhozni, ezt pedig a bal Windows és H-val lehet előhozni. Pilóta, Health az általában itt vagy piros, vagy fekete, a piros az, hogy eltalálták, a fekete az, hogy halott. Kopilóta, jobboldali, illetve baloldali gunner, jobboldali lövész. Mik ezek ROE? Rules of Engagement, hogy hogyan támadhat, vagy hogyan nem. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én ezt egyébként a bal control 2, 3, 4 megfelelően, ugye most automatikusan azt mondtam neki, hogy return fire, tehát hogy tüzeljenek vissza, ha rájuk lőnek. Ami most nem fog megtörténni, nem fognak rájuk lőni, mert nem lőnek vissza ezek a célpontok. De a lényeg az, hogy amennyiben visszalőnének, ők azonnal, amikor megmondom neki, hogy oké, tüzelhettek nyugodtan, ők azonnal elkezdenek lőni majd, hogyha rájuk lőnek. A free fire pedig ugye ugyanez, csak akkor is lőnek, hogyha nem kérdeznek. Mennyi ammójuk van még, és milyen burstben lőhetnek? Ezt a jobb shift 2-3 ott is van, már lő is, mert azt hiszi, hogy el tud lőni a 2 kilométerre lévő célig. Tehát ugye a lényeg az, hogy a Shift 2, Shift 3, Shift 4 gombokkal tudom beállítani azt, hogy rövid sorozatokat vagy hosszú sorozatokat lőjönnek. Na! És akkor én, mint pilóta, ja igen, nyilván, hogyha beülök a helyére a gunnernek, akkor tudom használni. Ilyenkor érdemes kikapcsolni a trackerját, tehát ugye a pause gombját megnyomni, és lehet egyre sokkal egyszerűbb célozni. Tehát, hogy mondjuk beállítjuk azt, hogy autópilotán menjen körbe-körbe a cél fölött, mert fejjel azért ezt elég nehéz kezelni, meg kell mondjam, legalábbis nekem. Aztán lehet, hogy van akinek kicsit érzékenyebb, vagy kevésbé érzékeny a trackerjára, mint az enyém, vagy a free trackje. De lényeg az, hogy nekem valahogy egérrel ez jobban működik. Na, üljünk be a másodpilóta székébe, és ja igen, ez meg Ctrl-Enterre, jobb Ctrl és Enterre lehet eltüntetni azt még. No, az M betű megnyomására előjön egy úgynevezett Flexible Gun Sight. Ezt ugyanúgy, ahogy az előbb vagy a trackájára, vagy az egérrel tudjuk irányítani. Ez miért jó? Azért jó, mert mindjárt elirányítom ugye nagyon arra, mondjuk, és hopp, teljesen kifordult az a minigun. A baloldali minigunom, ahogy látszik, majdnem ugyanolyan szögben áll kifelé oldalra, mint a baloldali lövészemnek a minigunja. Ezt ugyanezt meg lehet csinálni a másik oldalra is, és ilyenkor jön például jól az, hogy M betűvel lehet újra kikapcsolni. Ilyenkor jön például az jól, hogy csak az egyik oldalról lőjön, hiszen a másik oldalról nem fogom tudni eltalálni, ugyanis ahhoz egyrészt át kéne fordítani a fegyvert a helikopteremen keresztül, másrészt valószínűleg rommá lőném saját magamat. Azt hiszem, hogy nem is engedi, hogy olyan szögben fordítsam, ami saját magam felé tüzelne. Jó. Nekünk pedig van a jobb Ctrl és jobb Shift M. A jobb Ctrl M az bekapcsolja ezt a célzó keresztet nekünk, a jobb Shift pedig ezt a nagy Z-t. A mi saját, tehát a pilótának a Flexible Sight-je, tehát ez nem Flexible, de Sight. És akkor itt jön be az, hogy mennyire elevállom, tehát hogyha nagyon közel vagyok, itt van az, hogy milyen magasan vagyok, milyen távolságban van az, amire lövök, és akkor mennyi elevation-t, vagy legalábbis ugye itt ez a Pilot Sight Elevation-t ugye tudom állítani, és ennyit annyira kell majd állítanom, attól függően, hogy milyen távol van a cél. Én ezzel nem szoktam szarakodni, őszintén megmondom, csak lövök. Mondjuk én nem nagyon játszom a hiújúval, ez tény is való. Na, próbáljuk ki. Na, én megmondom a srácoknak, hogy hajrá lőhettek. És valaki már is kezdte pusztítani a népet, ha jól látom. És én is sikítatom a...
minigunokat. Hát nem sokra megyek a minigunokkal, mert egyrészt célozni sem tudok. Másrészt a Huey-val nem nagyon játszom olyan sokat, de... Szóval a lényeg az, hogy így kell. Hogy fogja az ember... Szépen finoman kezeli, mert különben leszakítja a rotorokat. És át lehet állítani ugye 762-esről rakétákra. Ó, eltaláltam! Azt is? Azt is, nagyon szép. Yes. Az egész jó sorozat volt. Na, tehát nagyjából annyi ugye, hogy ki kell választanom, hogy melyik fegyverre szeretnék lőni, mennyit ugye a rakéták esetében, hogy mennyit, 2-t, 4-et, 6-ot, 8-ot, stb. 14-et. Lehet felszerelni 2 darab 7-es tartályt, vagy 2 darab 19-es tartályt, tehát 19 vagy... nem nagyon találok el vele semmit, nem baj. De hogyha mondjuk lehet, hogy az is a baj, hogy mondjuk így nem az elevations sem állítom be, ezt mindenkinek saját magára bízom, hogy mennyire szeretné beállítgatni a dolgokat. Jó. Nagyjából ennyi. A Huey fegyverzete nem bonyolult. Még valamit ki akarok próbálni. Azt mondom, hogy... Szeretném, hogyha orbitális poén lenne. És mondjuk... A lényeg az, hogy ki akarom próbálni. Ja igen, még valami. A pilótán, a másodpilótának... Azt mondom, hogy... Oké, return fire vagy free fire. Akkor... Én nem tudom használni a rakétákat. Tehát addig a pontig, amíg a másodpilóta ugye... Ott látszik is, hogy éppen nézelődik. Hát így ne, annyira nem. De... Látszik, hogy mozog az a flexible sight, és ő próbálja keresni a célpontokat, és próbál lőni vele. De a lényeg az, hogy addig, amíg van fegyvere, vagy van lőszere a 762-esben, addig ő lőni fog vele. Hát itt vannak alattam, jó. És ki akarom próbálni, hogy működik. Te is hold. És a másodpilóta nem tudja használni a rakétákat sem. Tehát ő a rakétákat nem tudja használni, ezt csak én tudom. Viszont csak akkor, hogyha ő éppen... tehát a fegyvereket éppen nem használja. Azt mondom, hogy... Mennyi egyenesen? Aha. Jó, hát ez egy kicsit előbb kellett volna elkezdenem. Na igen. Tehát kb. Így. És már így is. Nagyon jó. Na. Nagyjából ennyi. Más most egyelőre nem jut eszembe. Ha van kérdése, a kommentekben nyugodtan. Jó napot!